Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket, és boldog új évet kívánok Önöknek! A Vállalkozások és Vásárlók című műsorunkat látják. Csanádi Károly vagyok, a műsor házigazdája. A mai témánk részletek a 2021. év első fél évében fogyasztói jogviták címmel sugárzott műsorainkból. Visszatekintünk a szakértő vendégeink vállalkozási tapasztalataira, javaslataira és tanácsaira, melyek napjainkban is aktuálisak lehettek. Előfordul, hogy a vállalkozó a könyvelő által közölt összegnél többet fizet be az adófolyó számlára. A fizetendő adót felfelé kerekíti. Így túlfizetés keletkezik. Mi történik a túlfizetéssel? Hogyan lehet az egyenleget rendezni? Erről kérdeztük Lejpán Tibor adószakértőt 2021. február 4-én. Kifejezetten fókuszálnék a túlfizetés kérdésére. Tehát arról van szó, hogy nagyon sokszor előfordul, nagyon több adónembe az, hogy túlfizetéssel rendelkezik a cég, ugyanakkor másik adónembe meg tartozása van. Na most, a legfontosabb tudni azt, hogy ezt az adóhatóság nem fogja összefésülni. Ez a vállalkozó feladata. Tehát át kell vezetni. Ugye át kell vezetni, erre van egy nyomtatvány, ez úgynevezett 17-es nyomtatvány. Igen, így van. A 17-es nyomtatványon átvezetés szükséges, és hát ugye ez most annak a függvénye, hogy esetleges túlfizetés feltéve, ha létezik, akkor ott az mi, mennyi és hogyan, és akkor azt esetleg egy olyan adónemre át tudja vezetni, ahol tartozása van. Szerencsés esetben, ha túlfizetése annyi, hogy egy következő hónapnak a befizetéseit le tudja lakni ebből, akkor ezt is minden további nélkül megteheti, de fontos, hogy mindenki legyen saját magával tisztában. A Fix Televízió célja, hogy az egész család televíziója legyen. Több generációt kíván megszólítani. A cél érdekében foglalkoztunk a szakmunkás tanulók gyakorlati képzésével, amely a szülőt és a gyermeket érinti. A duális képzéssel beszélgettünk Skribek Pál elnök úrral, az Ipartestületek Pest megyei területi szövetségének tapasztalatai alapján 2021. február 18-án. Mit lehet mondani arra a kérdésre, hogy ha a finanszírozási problémák megoldódnak, akkor a duális képzés jobb, mint ami korábban volt? Azért jobb, a logika sokkal jobb. De gyakorlatiasabb, és ami a lényeg, ugye, hogy vizsgákat tesznek, és gyakorlatilag nem engednek át olyanokat, akik a minimál feltételeknek nem felelnek meg. De én azt mondom, hogy mire szétvált az elméleti képzés a gyakorlati képzésbe, és a gyakorlati képzésbe nagyon jó az, hogy a nagy cégeket ösztönzik arra, hogy több tanulót, mert ott ugye 10-20-50 tanulót is képesek foglalkoztatni. Igen. Csak egyetlen egy hátülütője van ennek, hogy a szolgáltató szektor sajnos, mintha kimaradt volna. Itt egy kicsit erősíteni kellene, és ha az érdekképviseletet bevonják, én azt gondolom, hogy azokkal még tárgyalnak a vállalkozók, hajlandóak. A vásárlók számára kedvezően változtak a jótállási szabályok 2021-ben. Mire hívta fel a nézők figyelmét dr. Tatár Jaromos ügyvéd 2021. március 4-én? Mi a különbség a jótállás és a szavatosság között? Ez egy nagyon-nagyon fontos része, és nagyon fontos, hogy ezekkel a vásárlók, a kedves nézők tisztában legyenek. A tudatos fogyasztónak ez egy alapja. A jótállás, ugye ez mindig az eladó által vállalt szerződéses kötelem, amit ugye most ezek a rendeletek kötelezővé tesznek. A szavatosságat pedig jogszabály teszi kötelezővé, és a jogszabály alapján köteles a kereskedő, az eladó, a gyártó vállalni ezekre a termékekre. A lényeges eltérés az a hibának a bizonyítása, tehát amikor én bemegyek egy termékkel a szervizhez, eladóhoz, gyártóhoz, éppen kihez fordulok, akkor hogyan és kinek kell bizonyítania azt, hogy ez a termék a megvásárlás pillanatában hibás volt, vagy nem volt hibás. A garancia esetén merül föl az, hogy a garancia jótállás, ugye ugyanarról beszélünk, ebben az esetben a törvény egy vélelmet ad a fogyasztónak,
És a törvény azt mondja, hogy a fogyasztó a megfelelő időn belül jelzi a hibát ezekben a termékekben, akkor az a hiba az igenis megvolt, azt nem kell külön a fogyasztónak bizonyítania. A kereskedőre, gyártóra hárítja a jogszabály azt, hogy ő bizonyítsa be, ha tudja, hogy ezek a hibák, ezek később keletkeztek, vagy esetleg más okra vezethető vissza. A szavatossági igénynél ugye megfordul ez a bizonyítás, és a szavatosságnál a fogyasztónak kell tudnia bizonyítania azt, hogy ez a hiba, ez akkor már megvolt, amikor ő vásárolta ezt a terméket. Mi az új sávos jótállás lényege? A jótállási szabályok elég jelentősen alakultak át, és a fogyasztónak kedvezően alakultak át. A 2020. január 1-től a jótállási szabályok azok a termék értékéhez lettek rögzítve, és sávosan határozta meg a jogszabály, hogy milyen értékű termékhez, milyen időtartamú garancia, jótállás kapcsolódik, amit jogszabály nyújt, és jogszabály kötelezően nyújt. Ezen kívül a jogszabály szabályozta, és egy kicsit a mai világunkhoz jobban hozzáigazította, és utána ért az internetes értékesítésekhez, illetve az elektronikus értékesítésekkel ahhoz, hogy bevezette az e-jegynek a fogalmát, az e-garancia jegynek a fogalmát, kicsit enyhített a számla és garancia jegy problematikáján, remélem, hogy ki fogunk tudni térni ezekre mind-mind, valamint a garanciális javításokat is szabályozza, és sokkal jobban, közérthetőbben és sokkal fogyasztóbarátabban szabályozza az új január 1-től érvényes hatályos rendelet, ezeket a fogyasztói igényeket és a fogyasztói vitákban felmerülő kérdéseket. Folytattuk az afrikai kontinens országainak bemutatását. Vendégünk volt Szilasi Ildikó, aki utazási vállalkozást működtet, és tiszteletbeli külgazdasági tanácsos Szenegálban. Nézőinknek Algériát mutattuk be március 18-án. Mivel találkozunk, ha megérkezünk Algériába? Milyen az időjárás, hogyan kell öltözni? Hát a látnivalókról majd később beszélgetünk. Algéria számomra egy óriási pozitív meglepetés és csalódás. Én leginkább szubszaharai Afrikával, tehát a Szahara alatti Afrikával foglalkoztam korábban, és 2018-ban jártam először Algériába, ami egy Maghreb, tehát észak-afrikai ország, és én is úgy voltam vele, hogy mit tud nekem nyújtani. Tudni kell Algériáról, hogy Afrika legnagyobb alapterületű országa, és a világon a tizedik legnagyobb, és háromnegyed része az országnak sivatagos terület, tehát a Szahara területére esik földrajzilag, és azt gondolná az utazó, hogy ez egyfajta ilyen egysíkú tájat jelent, de ezt majd meg fogom cáfolni, és engem is nagyon meglepődött, hogy mennyire változatos az a táj, az a sziklaformák variánsai, az a homokdűn és sivatagos táj, és mennyire sokszínű lehet, amit az ember korábban nem tud elképzelni. Most egy turista számára akkor ezek szerint, hogyha nagyok a távolságok, akkor érdemes úgy, hogy Észak-Algériába látogat egy alkalommal a turista, és egy másik alkalommal dél-délkeleti részét nézi meg az országnak. Tehát hogy van ez? Jó kombinálható a kettő, és országon belül akkorák a távolságok, hogy mindenképpen az Erre-Algeri belföldi menetrend szerinti járatával tudunk nagyon jól országon belül és olcsón utazni. Mi úgy találtuk, hogy ha a déli szaharai világot kombináljuk az északi ókori római városokkal és a földközi tenger partvidékével, az egy olyan 7-10 napban kényelmesen belefér, és ugyanakkor pedig egy nagyon szélsőséges és egy nagyon maradandó turisztikai élményt jelent. Tehát én azt javasolnám, hogy a kettőt kombináljuk. Így kapjuk meg azt a teljességet, amit Algéria két arca meg tud nekünk úgymond mutatni. Tuareg vezetőinkkel, kísérőinkkel, négykerék meghajtású terepjárókkal kimegyünk a sivatagba.
és 4 napig kint vagyunk, és különböző helyszíneket nézünk meg, kint is alszunk, kanyonba, sziklák mellett, sátrakban, lényegében egy egész sátortábort és egy egész ilyen konyha sátort építenek fel körénk a tuareg kísérőink. És erre azért van szükség, amellett, hogy elképesztő látványvilág, tényleg oázisok, kanyonok, sziklaformák, homokdűnék, és hát fölöttünk az a fajta szaharai csillagos ég, amit máshol talán a világon meg se lehet nagyon tapasztalni, csak ilyen sivatagos égbolton, hogy 10-15 ezer különböző szikla festmény és szikla véset tarkítja ezt a területet. Tehát ez az egész terület, ez a Tassili Adjar Nemzeti Park, ez azért is az UNESCO világörökség része, mert itt az időszámításunk előtti 10.000. Évtől visszamenőleg tetten érhetőek különböző kultúrtörténeti korok. Hazánkban is terjed az elektronikus kereskedelem. Érdemes megismerkedni a szabályokkal. Mire figyeljünk a megrendeléskor? Vendégünk volt 2021. április 29-én dr. Tatár Jeromos ügyvéd. Másik nagyon fontos dolog, hogy legyünk azzal tisztában, hogy mikor jön létre a szerződés. Mert sok vásárlóval előfordul, hogy a megrendelést ugye kitölti a weboldalon, akár a vételárat is megfizeti, ugye, ha valahol talál egy bankszámlát, arra gyorsan befizeti, hogy minden rendben legyen. Csak éppen nem jött létre a szerződés, és feleslegesen várja hetekig. Az is lehet, hogy kifogyott a termék, nem tudják szállítani. Na de ha nincs szerződés érvényes, akkor a vállalkozás nem felel érte. Tehát mikor jön létre a szerződés? Bizony, ez egy nagyon-nagyon fontos pontja, hogy a termékeket, amiket látunk az honlapokon, azokra mi teszünk ajánlatot. És akkor kerül ez elfogadásra, és akkor jön létre a szerződés, amikor az honlapot üzemeltető cég visszaigazolta nekünk a vásárlást, vagy nem mindig a honlapot üzemeltető cég, hiszen vannak gyűjtő honlapok, tehát amikor a termék értékesítő visszaigazolta nekünk a vásárlást, és akkor is utaljunk csak el vételárat, amikor megkaptuk azt, hogy megkapták, visszaigazolják, ez a termék ilyen mennyiségben, ilyen áron, ilyen postai feltételekkel, ekkor és ekkor történő kiszállítással rendelkezésre áll. Vállalkozás alapításakor eldöntheti a forma választását a szüneteltetés lehetősége. Mit mondott erről Leipán Tibor adószakértő 2021. május 13-án? Egyéni vállalkozóknál szünetelési időtartam az 2 van, egy hosszabb, meg egy rövidebb. Van-e valamilyen szabály az átjárásra, vagy egyáltalán fölmerül-e valamilyen probléma ezzel kapcsolatban? Akkor vissza kell nézzünk a múltba, tehát a dolog lényege, hogy 2017. január 1-től változott a szüneteltetés lehetősége, illetve attól van egy újra szabályozás. Ennek a lényege, hogy a korábbi, tehát 2017. január 1 előtti időszakban a szüneteltetés hossza az maximum 5 év lehetett. Ezen belül természetesen ugye az egyéni vállalkozó volt az, aki ezt meghatározta, 3 év, 4 hónap, 5 hónap, stb. Tehát az, hogy az 5 éven belül beleférjen, maximum 5 év lehetett. Ez annyit jelentett, hogy ezt legutoljára 2016-ban lehetett igénybe venni, és ez ha valaki akkor 5 évet választott, akkor ez mostanában, nevezük így, lejár, vagy aki esetlegesen még a második fél évben, tehát 2016 második felében választotta ezt az 5 éves lehetőséget, annak nyilvánvaló, hogy idén a második fél évben fog lejárni ez az 5 éves időszak. Na most a lényeg, hogy mivel változott 2017. január 1-től ez a szüneteltetésnek az időintervalluma, ez redukálódott 2 évre. Tehát 2017. január 1-e után az egyéni vállalkozó a szüneteltetés tekintetében maximum 2 évet választhat, tehát ezen belül ő dönti el, hogy ez mennyi legyen az időintervallum. Minimum idő is van? Van minimum idő, tehát a minimum idő az 1 hónap.
Tehát egy hónap szüneteltetésnek lennie kell, tehát olyan nincs, hogy csak 3 hét, vagy 2 hét, vagy elmegyek szabadságra 2 hétre nyaralni, és emiatt akkor szüneteltetek. Tehát a minimum 1 hónap, a maximum, ez egyébként korábban is így volt, tehát amikor az 5 éves időszak volt érvényben, most viszont már ugye a 2 év miatt is a jogalkotó ezen nem változtatott, tehát maradt az 1 hónap a minimum, viszont a 2 év lett a lehetősége annak, hogy esetlegesen valaki az egyéni vállalkozását szüneteltesse. A cég átalakulása, szétválás, kiválás helyett, vagy a cég eladása helyett az egyszerűbb üzletág eladást is választható feltételek megléte esetén. Erről beszélt Leipán Tibor adószakértő 2021. május 27-én. Az üzletág eladásról kérem, hogy beszéljünk még, néhány mondatot szóljunk róla. Nem eléggé ismert a vállalkozói körben. Én most végeztem egy közvéleménykutatást. A cégeladást tudják hova tenni. Üzletág eladással ritkán találkozik a vállalkozói kör, tehát nem egy gyakori dolog. Melyek ennek a főbb szabályai? Mire kell itt figyelni? A lényeg. Nagyon sokszor előfordul az, hogy cégjogi értelemben történik egy szétválás, kiválás. Ez egy hosszabb procedúra, jogászokat kell bevonni, cégjogi értelemben is rendezni kell a cégbíróságnál, adóhatóságnál különböző műveleteket. Sokkal egyszerűbb megoldás az, feltéve ha lehetséges, hogy esetlegesen egy vállalkozás, tehát egy már működő vállalkozás, szintén egy működő vállalkozástól az adott üzletágát megvásárolja. Ez minden további nélkül lehetséges, és ebben az esetben egy nagyon körültekintően kell eljárni a feleknek, a szerződésbe kell foglalni valamennyi követelést és kötelezettséget, és valamennyi vagyonelemeket is, ami az üzletág eladása során ugye megtörténik. Miért jobb ez a megoldás? Azért jobb, mert nem kell a kiválással, nem kell a szétválással bajlódni, hogy aztán utána esetlegesen egy valamilyen cégbe ezt a kivált üzletrészt, vagy kivált céget még beépíteni egy következő cégbe. Ez sokkal egyszerűbb megoldás az, ha valaki üzletágat vásárol. Ha valamiért ez nem működik, tehát például ugye van egy belső torzsalkodás, mondjuk egy cégen belül, elszámolási vita, akkor nyilvánvaló, hogy az üzletrészt is el lehet adni, akkor az üzletág még ugye marad. De nagyon sok esetben előfordul az, hogy valaki az üzletágat vásárolná meg. Ez minden további nélkül lehetséges. A lehető legegyszerűbb forma tekintettel arra, hogy egy kis túlzással ezt 5 perc alatt el lehet intézni, míg a másik oldalát, tehát egy ilyen kiválást, a cégeladást, tehát kiválás, szétválás, stb. Az egy hosszabb procedúra és egy sokkal nehézkesebb dolog. 2021. június 10-én és június 24-én a kétrészes műsorunkban a napelemes rendszerek, mint megújuló energiaforrások tervezésével, kivitelezésével és működtetésével foglalkoztunk meghívott vendég Varga Pál gépészmérnök segítségével. Nézőinknek emlékeztetőül bemutatjuk a napenergiával előállított villamos áram szaldós elszámolásának rendjét. Hirdetésekben ugye általában úgy jelenik meg a napelemes rendszereknek a rendszerekre való figyelemfelhívás, hogy le lehet nullázni a úgymond a villanyszámlát. Na most ugye a napelemek által termelt energia, ha jól gondolom, akkor az vagy több, vagy kevesebb, mint amennyire szükségünk van. Tehát hogyan néz ki az elszámolásnak a rendje? Tehát ugye beszéltünk mi is arról, hogy létezik egy szaldós elszámolási rendszer. Mi ennek a lényege? Hogyan működik ez a rendszer? Ez tulajdonképpen egy másik támogatási rendszer, amit nem is hívunk támogatásnak, de valójában az. Tehát 2008-ban jött ki, ha jól emlékszem, a villamosenergia törvény, ami azt mondta ki, hogy aki napelemes rendszert valósít meg, úgynevezett háztartási méretű kiserőművet, 50 kW-ig ebbe az összes családi ház beletartozik, ott a hálózatkezelő szolgáltatónak kötelessége, hogy a napelemes rendszerrel megtermelt energiát átvegye, ha többlet keletkezik, kötelesenek a méréséről gondoskodni, és az elszámolást köteles, ha azt a beruházó kéri, már pedig kéri, akkor éves szaldós elszámolásban kell az elszámolást megtennie. Ez egy nagyon kedvező rendszer, és ezért lehet lenullázni a villanyszámlát.
mert ugye a nap az télen kevesebbet süt, nyáron többet süt, ezt ugye mindenki tudja, és az éves elszámolásnak köszönhetően nem kell télen előállítanunk a téli fogyasztást, mert azt valószínűleg nem tudnánk egy napelemes rendszerrel megtenni, vagy csak nagyon nagy napelemes rendszerrel tudnánk, ami nyáron meg többet termelne annál, mint ami szükséges. Tehát az éves szaldó az azt jelenti, hogy a napelemekkel éves szinten kell előállítani kilovattórában az éves szintű fogyasztást. Ez, mert hogy a napelemes rendszer úgy működik, hogy ha többlet energiát termelnek a napelemek, amit a ház éppen elfogyaszt, akkor azt a hálózat, az a hálózatra visszatáplálásra kerül a többlet energia, és azt a közeli szomszédok fogják elhasználni. Tehát nyáron, amikor sokat süt a nap, és a napelemes rendszer többet termel annál, mint amit az épület éppen fogyaszt, akkor a többlet energiát be tudjuk táplálni a hálózatba, és télen, amikor a napelemes rendszer nem termel annyit, mint amire szükségünk van, akkor azt tudjuk fedezni gyakorlatilag a nyári betáplálásból, mert éves szinten történik az elszámolás. És csak ilyen feltételekkel lehet lenullázni a villanyszámlát, de így valóban le lehet nullázni, sőt az is előfordul, hogy valaki több energiát termel éves szinten, mint amennyit fogyaszt, akkor többlet betáplálás keletkezik, ezt a szolgáltató neki kifizeti ráadásul. De tudni kell azt, hogy nem célszerű törekedni a többlet betáplálásra, tehát nagyjából akkora napelemes rendszer célszerű megvalósítani, ami éves szinten annyi energiát termel, mint az éves fogyasztásunk. Ha többlet termelésünk keletkezik, akkor az már kevesebbet ér, tehát nem ugyanazon az áron kerül elszámolásra a többlet betáplálás, mint amíg nem keletkezik többlet betáplálásunk. Ez meg azért van, mert az áram ára két részből áll, a hálózat használati díjból és a magából az áramárból. Körülbelül a 38 forintos villanyszámlán, ezt bárki megnézheti a saját számláján, mert ott részletezve van, 38 forintos díjból körülbelül 20 forint a hálózat használati díj, és 18 forint az áram. Tehát ebből a kettőből tevődik össze. Ebből a kettőből tevődik össze. Amikor én vételezek, ugye van, az áramszolgáltatótól. Igen. És ameddig nem keletkezik betáplálási többletem, addig az éves szaldós elszámolásnak köszönhetően a napelemmel megtermelt energia kilovattórája bruttó 38 forintot ér. Hogyha többlet betáplálásom keletkezik, akkor azt kifizeti nekem a szolgáltató, de a hálózat használati díjat már nem fizeti ki, mert az nekem nem jár, hiszen ő gondozza, tartja karban, építi ki a hálózatot, csak maga az áram ár jár nekem, ami ugye 18 forint bruttó, de annak az áfája sem jár nekem, hogyha magánszemélyként kapom. Tehát jóval kevesebbet ér a többet betáplálás, tehát erre nem célszerű törekedni. Műsoridőnk véget ért. Köszönöm a kedves nézők megtisztelő figyelmét. Műsorainkat visszanézhetik a Fix Televízió hivatalos honlapján, a www.fixhd.tv oldalon és a YouTube-on is. A visszatekintés második részével két hét múlva, január 20-án csütörtökön 21 óra 10-kor jelentkezünk. Viszontlátásra!